Sajnos olyan mértékben van orvoshiány a kórházakban, hogy változtatni kellett a képzésen, és egy rövid tesztlap sikeres kitöltésével bárkiből lehet akár 10 perc alatt orvos. A begyűjtött tesztlapok legsikeresebb válaszait gyűjtöttük most egy csokorban. Jöjjön az első kérdés, tessék. Mi a Viagra? Első válasz. Hát egy erotikus vízesés Kanadába. Második válasz. Ugyanaz, mint a rendőrség, kék és bárkit előállít. Harmadik. Ha nem tudom leírni a választ, mert egy órája bevettem, és még nem férek oda az asztalhoz. Mi a keszonbetegség? Első válasz. Olyan rosszul lét, melynek során a beteg a tenger mélyéről feljöve olyan szarul van, hogy még az oxigénpalacnak is köszön. Második válasz. Keszonom a kérdést, meg vagyok. Harmadik. A pénisz rendellenessége, más szóval. Mi jut eszébe arról, hogy H1N1? Első válasz. Hát ez a ha csak egy nőm van, egyszerűen hülye vagyok. Második válasz. Hamburg Nürnberg 1-1. Harmadik. Totó. Sokat totózok. Ja. Harmadik választ. H1N1? Éhes? H1N1-et. Ki volt Szent Ágotai János? Első válasz. Nem ismerek semmilyen ágotát. Második. Magas embereket gyógyított, mert azt hallottam valahol, hogy nagy kutató volt. És harmadik. Szent Ágota keresztapja. Mik a magas vérnyomás első tünetei? Első válasz. Kiszel tünde újra feltűnik a képernyőn. Második. Ma olyan magasra megy fel a vér, hogy ma nem tud legyünni, ezért hívni kell a tűzoltókat, akik rengeteg vízzel eloltják. Na, ha ezért is nevezik más néven Litertóniának. Harmadik válasz. Hát 200 per 100, vagyis 200-zal megyek a strádán és 100 000-t fizetek. Mit ajánlana a betegnek aranyérre? Első válasz. Antierőltetint. Második. Kerülje a forró vizet, a forró helységeket és a forró fiúkat. Harmadik. Az ismert reklámot, zálogból visszamaradt aranyerek szinte féláron. Kit nevezünk vesedonornak? Első válasz. Akit így neveztek el a szülei. Második. A zsebtévéből a versmondó lányt, ha a Móka Miki előbb csapná össze a könyvet, mielőtt a lány visszamenne. És a harmadik? Azt a marihuána szagú, kocsmából kilépő, félkarú, 12 dioptriás szemüveket viselő, 70 év körül is luszkulcsot lóbáló embert, aki Kawasaki feliratú bőrkabátot visel, és azt kiabálja vissza a kocsmába, hogy ekkora marhaságot, ha hogy a fenében lenne lámpás kereszteződés az M3-as bevezető szakaszán. Soroljon fel. Három fogamzásgátló módszert. Első válasz? Gumikesztyű. Ja, nem, az már öt. Bocsánat. Második? Többet is tudok, de most nincs időm válaszolni, mert 8 üvöltöző gyerek mellett képtelenség. Harmadik válasz? Ha, spirálalkó, óvszerbe csomagolt tabletta. Mi az inkontinencia? Első válasz. A földrészek egymásba csúszása. Második. A frodista barátom, aki ha meglátta egy Újpest drukkert, képtelenség visszatartani. És a harmadik. Szállod a lánc, ahol csöpögnek a csapok. Mit javasol annak, akinek tartós vashiánya van? Első válasz. Figyelj, vonacsin nem érdekel. Megvárjuk a végét, fontos, hozzá kell tenni, digitális. Na.
Második válasz. Örüljön neki, nem húzza a zsebét. Harmadik válasz. Ha, Max nem ő játsza a vasembert. Ha. De a Walking Deadben biztos a karrier. Mivel foglalkozik a gasztroenterológus? Első válasz. Szabad idejében barkácsol, utazgat, rejtvényfejt. Második. Megállapítja, hogy a szakács helyesen lépette be az épületbe. Harmadik. Letükrözi a beleket, amitől azok fordítva kerülnek vissza. Mit mond önnek a bronhitis? Első válasz. Ha, semmit, nem szoktam őslényekkel beszélgetni. Második. Olyan, mint a tüdőgyulladás, csak más. Harmadik. Valaki hörög és mégsem metál énekes. Milyen tanácsot ad akkor, ha valakinek tartósan cseng a füle? Első válasz. Vegye föl, hát a fontos. Második. Állíts a rezgőre. Harmadik. Máskor ne a sínen várja meg a villamost. Melyik népbetegség nincs biztosan jelen Magyarországon? Első válasz. Munkamánia. Második. Köszvény. A vényt ugyanis senki nem köszöni meg. És a harmadik. Pszichés mentális zavarok. Hogy a rossz se megye már meg! Ön szerint a depresszió divat vagy valós népbetegség? Első válasz. Ha divat nem lehet, mert a, se a cundába, se a HM-ben nem árulja. Második. Inkább meghalok, de semmi kedvem válaszolni. Harmadik. A depresszió az ugyanaz, mint a depi? Júj, mert akkor én tiszta tökdepis vagyok, és kiírom a fészre. Mit csinál, ha a beteg ájulás közeli állapotban van, és a következő panaszokat sorolja föl? Légszomj, izzadás, megsemmisülés érzés, kisugárzó fájdalom a mellkasból, a váll, a kar hátirányába, egyre sűrűsödő mellkasi fájdalom, első válasz. Infarktust kapok az ijegységtől. Második. Semmit, mert a krónikus prostatagyulladás gyógyíthatatlan. És a harmadik. Megkérem, hogy mondja meg, hogy hol vannak elrejtve a család ékszerei. És végül az utolsó kérdés. Ön mire támaszkodik a hétköznapokban? Első válasz. Nem iszom. Második. Az, ami épp előttem van. Pultfa, villanyoszlop, kutya. És a harmadik? Igen, még töltsé egyet. És akkor jöjjön néhány kiértékelés is. Ime az első. Ön nagyon ráérő ember lehet, ha így bele tudott merülni egy ilyen tesztlapba. Nézze, csak páciensét épp most szállították át a patológiára. De legalább akadtak hibátlan válaszai, szám szerint 2. Gratulálunk! Még egy kiértékelés. Nyugodtan írja ki a fészre, hogy ön egy született zseni. Le tudja írni a Budapestet nagy B-vel, ami 100 emberből eddig csak 7-nek sikerült. Ha gondolja, most kattintson műveltségi tesztünkre, amellyel akár 3 pontot is elérhet, amennyiben tudja, ki írta a Mohácsi csatát. És az utolsó kiértékelés. Önben egy orvos veszett el, de nagyon. Azóta is keresik. Azóta is keresik. Nem mondja, hogy...